Szia és sziasztok! Szia Zsuzsa, és szia mindenkinek! És a mai témánk azért izgalmas, mert tulajdonképpen két szóról van szó, ami hát szinte ugyanazt a fogalmat kéne, hogy takarja, és mégis a művelői vagy az egyik, vagy a bal sarokban, vagy a jobb sarokban összpontosulnak, ugye, mert az a címe a mai töprengésünknek, vagy hát versuszunknak, hogy numerológia versus számisztika. Parancsolj, Hát, hát azért, azért, hogy tudod, mert mindig nem vagyok beszélni, tehát csak most hagylak beszélni. Mi? Ja, tényleg, ezt meg látod, odaírtam. Tehát, hogy... Köszönöm, hogy A boszorkány ármányát, állandóan ugat a boszorkányit, és nem hagyja kibontakozni. a szavaiddal rám köpöd a hálót, és én kedve ülök. Nagyon. Szóval, azt kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy mi a számisztikusok és a numerológusok között állunk a zsuzsával Abszett. ketten, és nézzük mindig jobbra és balra, hogy egyébként miről beszéltek, vagy mi az igazság ebben a dologba, mert van, van, két olyan barátunk, aki megtanított az egyikre, meg a másikra, mind a kettőnket, tehát hogy köszönjük nekik ezúton Úgy, is. Így van, mind a kettőnknek. Esetleg látjátok ezt az adást, akkor köszönjük szépen a tudást, amit átadtatok, de nagyon érdekes a két dolog, hogy teljesen leegyszerűsítsem, és itt most ne ideológiát várjon senki. Szerintem a numerológia az kimondottan a számokhoz való kötődésből létrejövő dolgok. Tehát, hogy alapvetően a numerológiát is, meg a számisztikát is egy lehetőségnek tartom, azaz nem olyan érvényű, mondjuk, mint amit az asztrológia leír. Tehát, hogy, hogy Hozol magaddal egy olyan lehetőséget, például a névszámok lehetőségét, hiszen az nincs benne a tervben, hogy az anyádék mit fognak adni neked nevet, és hogy milyen családnevet örökölsz, és hogy ezekből milyen, milyen szám, szám összeg jön ki. Ez az egyik. Kettő a születésedet még te is befolyásolod, mert éppen még beparkolsz, és nem akarsz anyádból kijönni, csak másnap, amikor mondjuk hóforduló van, és minden egyéb dolog megváltozik körülötted, és, 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 gyakorlatilag beleszületsz egy olyan helyzetbe, ami nem biztos, hogy a terved volt, de hogy ott, ott kell létezni. Szóval, hogy a numerológia az kimondottan, hát egy pitagóraszi tudományos dolog, viszont a számisztika, a nagyon jó a magyar erre egyébként, hogy ilyen szépen felruházza ezt az egészet, az viszont energiákat mutat, azaz a számok között meghúzódó hálókat, vagy energiavonalakat, és például így értettem meg, én 28-án születtem, tehát hivatosan a számisztikusok, meg a numerológusok szerint is egyes vagyok, de a nagy lószardát, elnézést kérek, egy 28-ai az nem tud egyesként 10-es egyes, így van. Igen? Tehát csak ha felszívja magát, akkor működik. Nagyon akarja, igen. igen. Tehát, hogy abban a pillanatban már megint nekem kell a vezető szerepet játszani, akkor csinálom. Tehát, hogy akkor, akkor nincs ott. De inkább a kettes és a 8-as közötti örlődés megy folyamatosan. Tehát, hogy ez, ezért, ezért értettem meg a számisztikai módszert, tehát hogy azt az energetikai módszert, és szerintem zseniális. A másik is, de Energető, hogy... zseniális, igen. Az a, a helyzet a következő, csak kis ki, kiegészítő. A numerógia nem Pitagoraszi. A keiroi az a a az a numerógia, és a számisztika a pitagoraszi. Tehát most lehet vitatkozni, hogy melyik az ősi, meg melyik a. Ugye a közös barátnőnk azt szokta mondani, hogy a Keiro az csak 200 éve ezelőtt élt. Igen, csak hogy a Kejró az azért a Kabbanán alapuló, ugye a zsidó misztikán alapuló szám vagy numerológiát használja fel. Tehát, hogy ugye a, a, a zsidó ABC-nek, a héber ABC-re vannak rárakva a számok, pontosan én sem értem, én nem, én nem a kejróit, hanem én a, a pitagoraszit fogadom el, nekem az működik. Tehát ez, emlékezz vissza, amikor a másik közös barátnőnk ugye megtanította a kétféle átváltást, akkor azt mondta, hogy itt az egyik, ott a másik, próbáljátok ki, kinek mi működik. És egyébként azt hiszem, hogy minden fajta számisztikai numerológiai rendszerrel, mint ahogy az asztrológiai rendszerekkel is így van, ugye sokszor elmondtam, hogy, hogy most megint felszíne hozzám magam, hogy annak idején, amikor én klasszikus ugye, hagyományos asztrógiát tanultam, nekem az a képlet üres volt, nem mondott semmit. Üres volt. És amikor elkezdtem tele zsúfolni ugye aszteroidákkal, meg ugye a Keironnal, akkor még csak a Keiron és akkor szép lassan ugye a többi ilyen felfedezett és elnevezett uh, kentaúr is bekerült, abban a másodpercben az a, az a képet elkezdett élni tehát, ha valaki a számoknak a természetére kíváncsi, hogy mit hordoznak, és milyen összefüggéseket tudnak neki racionálisan, logikusan megadni, akkor valószínűleg a numerológiát fogja választani azt az ágat, mert ott tényleg ilyen szép fekete-fehér, igen, nem, mert meg lehet mondani dolgokat, ugye, megint csak közös barátnőnk, nagyon-nagyon pontosan, néha, néha elszámolja magát, mindig az hogy csípőből elszámolja magát, de amit mond, az bejön. Tehát, ugye, tehát érdekes, de tényleg, tehát, ugye ja, van nagyon sokan, több, tehát százezen is megnézik ugye az előjelzését, amiket kirak, és, és akkor lehetett hallom a visszajelzéseket, hogy úristen megmondta, hogy mi lesz. Igen, a másik ága, tehát a számisztika, ezekkel az ürességokkal, ezekkel a rejtett összefüggésekkel, viszont elképesztően, valóban misztikusan tudja, tud magyarázatot ad adni olyan dolgokra, mint például te, ugye, hogy például téged most hogy most megmutatom Jogottam. a dolgokat, te ugye 28-ai karakter vagy, tehát valóban nem vagy igazi egyes, messze nem, hanem a kettessel az elfogadás, befogadás, együttműködés, vagy együttműködése való képtelenség jön elő, a nyolcassal, amint vetsz, úgy aradsz, tehát egész életedben azt tanítod, hogy amiben belerakod az idődet, energiádat, figyelmedet, az sikerül, amikor meg öt perccel hamarabb abba hagyod, hát az olyan lesz, mint egy meg nem oldott orgazmus. Bocsánat, hogy ezt mondom. És így van, nem az egész élet erről, erről, a pingpong meccsről szól igazából. És ami a legrosszabb, várjál, és ami a legrosszabb, hogy ugye ezzel a, kar a karakter négyzetében van egy üres síkod, egy elég kemény, több is, de a legkeményebb, az a bizonyos szaturnusz sík, ugye, az üres 4-5-6, ami által egész egyszerűen nem tudod magad belehelyezni időnként az életed Közepébe és rohadtul fáraszt a jelen, fáradt. Tehát sokkal nehezebbnek érzed időnként a dolgokat. Jaj, már megint, már föl kell kelni, oda kell menni, me hagyjanak békén. Ugye? Nem így van? Hát, hagyják, hogy én a saját ütememben csinálják. dolgokat. Igen, Igen akkor. Ott van az a gyönyörű, egyébként ez a tényleg gyönyörű, hogy hívják, uh, sugallatsik, ugye az üres. 369, csak a ott van a feledékenység. Tehát elképesztő ötleteid vannak, zseniális ötleteid vannak, de nem ősz le, nem gondolkodol el rajta, nem írod föl, akkor hip mi, mi, is volt az lányú mm. csak? Mi, hányszor van hogy beszélgetünk mi ketten? Nem, nem, így, ugye nem premier Blában, hanem tényleg most majd ugye megint lesz egy ilyen alkalmunk, hogy szétrőljük magunkat szerintem hamarosan. Igen, én nagyon készülök rá. És akkor, akkor tényleg nagyon sokszor vannak ötleteink, mind a kettőnknek, mind a kettőnknek van ugyanis, és akkor utána ami hogy mi, miről is beszélgettünk az Zolival? Mi, mi volt az a marha jó ötlet, amit meg kéne csinálni. És akkor vagy emlékszel rá, vagy nem, általában mind a ketten elfelejtjük. Rá, elfelejtjük. Igen, és annyi, de igen, tehát ez a két legfontosabb síkod, és folyamatosan mutatod. Folyamatosan. Igen. Én mindig ar arra gondolok, hogy ezt a töménytelen mennyiségű ötletet, amit így belőlünk, azt valakinek meg kéne csinálni. Hát... Én, én, már mondtam sokszor Zolikám, hogy kis fekete rabszolgára van szükségünk, lerasszítsáztál, pedig tényleg kis fekete rabszolgára darabonként egyre, 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 egy, ide, egy oda, már többször mondtam, igen, tehát, kell valami rongyszedő, aki jön utánunk, és így összeszedegeti az ötleteinket, és meg is valósítja lehetőleg. Bár én ugye, mint 24-es karakter, sokkal alkalmasabb vagyok arra, hogy a kulim munkát elvégezzem. Ugye a kettesen nekem is ott van ez az elfogadás-befogadás együttműködés, tehát ugyanúgy, mint neked, mert időnként az együtt nem működés. Ugye pont mielőtt bekapcsoltuk volna a felvételt, azelőtt meséltem neked egy sztorit, mert megint le akarnak venni, és már annyira unom, tehát annyira felháborító, hogy, hogy tényleg a jó mert próbálnak emberek visszaélni, de ne hagyjanak már békén, már nem érdekel. A négyes viszont azt mondja, hogy nincs probléma, csak megoldandó feladat. Nekem most például egy 25 kilós zsákot kellett valahova eljutatnom telekő kaviccsal, és nem tudtam senkit megkérni, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy akkor ezt hogyan videljem át, mert felemelni még fel tudom, berakni az autóba be tudom, ki tudom szedni, de elvinni a célállomásra, az már egy kicsit necces volt, mit csináltam, vittem egy vödröt, kérlek szépen, belemettem a felét, és elszállítottam a célállomásra, majd visszabalaktam a kocsihoz a vödről, belemettem a másik felét, és így már meg tudtam oldani kell. Tehát na, ez a 24-es, tudod? És ugye, amit, amit aztán másik közös barátunk szokott mondani, aki, ami, aki numerológus és nem számisztikus, hogy a 24-es a 24 karátos arany, arany, tehát semmi nem jó neki, csak a, a legtökéletesebb, és mint tudjuk, tökéletesség meg nincs a földi síkon, és akkor ugye hatosnak kéne lennem, na most én hatos? Hát tudod ki hatos? Erika. Erika volt hatos. Ugye, aki gyönyörű volt, aki légies volt, aki szépen volt felöltözve, aki, tehát, tehát emlékszel, tehát, hogy hogyan működött? Na, az egy igazi hatos. Én egy 24-es vagyok, én csak szeretnék hatos lenni. Ugye, milyen jó lenne víruszi módon működni? Hát nem. Én a 24-esen meggebedek a reggeltől estig való munkában. És ne, szerencsére nincsen, hogy hívjákom, nincsen, ö, ö, hogy hívják síkom, ö, saturnus ö, ö, Saturnus Saturn síkom, de például a karma négyzetemben van, mert ugye 23-as, 5-ös karmán van, és pont a karma számom rákerül, ugye a közepével a Saturnus tehát a nagy, mikor nagy gebasz van, akkor viszont ott a szatunusik, és akkor, akkor iszonyú terheket tudok cipelni, és én nem arról, tehát nekem nem az van, hogy pattogok a két véglet között, és elveszek a közepén, hanem cipenem a terheket, és én azt mondom, hogy vegyétek már erről, mert elegem van. Na szóval, és hogyha most összeadjuk, még fejtsük meg ahogy hívják is, a, a, közös, tehát hogy hívják ezt a kapcsolatunk kulcsát, ugye ez ja, a ja. 24-et össze kell adni a 28-al, akkor az 5, Egy, a Számoltam? 24-et kell összeadni. 28 -a. Ja, az 48, 52. 52, tessék, 52-es, 7-es. Na most ez nagyon érdekes, mert ezt viszont le kell redukálni, ugye, a 9 szám valamelyikére, 7-es pedig az ezotéria száma. Urá. És a filozófia. És De, ez filozófia, ezotéria, nem. így van, így van. Érted? Tehát az a kapcsolat kulcsa, és ezért vagyunk annak ellenére tök jó barátok, hogy nagyon máshonnan nézzük a dolgokat, és mégis nagyon szoktunk szórakozni. Na, most, de most ezt, ezt, ugye a számmisztika, ugye, a, a numerogen másképp nézi meg egy, a kapcsolatot, ugye kötésekkel nézi meg, emlékszel rá, hogy a négy fő számot nézi meg, hogy hol vannak a kötések, és az is jól működik, mert például meg tudja mondani két emberről, hogy fiatalkori kapcsolat, középkori vagy időskori kapcsolat. Például azzal, hogy megnézi, hogy hol vannak a direkt kötései. És nem csak kötéseket, hanem hogy például ugye abba benne van az, hogy melyik számrezeg jól a másik. Másik van, így van. Igen. Azok, Igen. tehát, hogy hol, hol lehetnek azok az ellentpontok, vagy azok az ütközések, amit az ember nem tudatosan csinál. Fondosan. Fondosan. Csak egyszerűen nem tud belemenni. De egy, egy pillanatra, szóval minden, ami például mindegy, hogy numerológia, vagy számisztika, tipológia. Így van, és hogy az a tipológia, azt kell megtanulnia mindenkinek, hogy ő maga hol van ebbe a dologba, mert lehet, hogy csak egy ilyen iti, pici falat van benne. Ebből, ebből, a tipológiából, mondjuk a 24-esből, és mindenki rögtön rád mondja, ő egy hatós, hát a harmónia, a szépség, a izé, minden ehhez tartozik ez a dologhoz, és ehhez képest, vum, a piros autóval elszáguld az című fejezet, és kiszólsz két almát, amit most vettél a biopiacon, tehát, hogy egyszerűen a te hatósokat másképp érvényesül. A teljesen másképp, csak hogy nagyon röhögjél, nálam volt a Csabi, tudod, a tanítványunk, aki Igen. végül, az orvos, aki végül, a covid a és feljött meglátogatni, és azt mondta, hogy vigyél el egy körre a kocsiddal. Mondom, jó, nem, de, de nem, a szaros kis életedet mellettem? Nem, Kérdődöm. 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 Az autópálya bumbumozni, tessék. Egyszer a sülli előtt, délbe, és mondom, jön a zsuzsa. Mert egy mindenki, honnan tudod? <laughs> Jó, a, tehát igen, valaki mondta, hogy kb. olyan, mint szörnyel a refráz, csak én nem nyomom a Véget! A dudák nem a gázt az igen. A... Mit csinál? Figyelj, én úgy megvezetni, elmondom neked, életem először belültem egy dodge -be. Egy ilyen, nem dodge be bag Dodge-em, Gokádba. -go. És a Gokán az öcsém tanított meg, és azt mondta, hogy van, figyelj, van két pedál, ez a gáz, ez a fék. Erre ezt nyom padlóig, a másikra meg Felejtsd el, csak kormány, megy el és kormányozz Hát most azóta, ez volt 30 évvel ezelőtt, most mit tegyek? Így, jó, így, igye. Jó. te egy nepáli sofőr vagy, ha, igen. Ő, ők így tanulnak meg vezetni, gázpedál, tud a plusz, yes, semmit messze. nem használnak, érted? Ezt a kettőt. Vagy sikerül, vagy nem érted. Hát, ha nem, meg nem, akkor jönnek legközelebb, tudod. tudod nem, hát akkor volt jó, például, hogy előtte való nap, mielőtt elindultunk nepába, megismerkedtem egy bakvirek terápiás lánya, és akkor ő rescue adott egy eszközt. óriási, rescue, igen, <gül> <gül> első segély, csepp, az mindenre. Tudod, ha minden... Nekem még annak idején Tatár amikor barátnőm azt írta be az emlékönyvbe, meg kérek szépen, hogy ha minden remény elhagyott, igen, egy kis konyakot, az se rossz. Hát <laughs> de, rossz. de figyelj, visz ki az alapja. Az ha, persze, azért az mondok, persze, tudták, ezek az angolok, ezek csibészek, tehát maradjunk ennyiben. Jól szóval csinálták. Igen. igen, igen. Na, visszatérve tehát, én azt gondolom, hogy igen, a kétféle rendszer más, Másra való! mást mutat meg, végül ugyanazt mutatja meg az utat magadhoz, meg hogy hogyan ismerd meg a másik embert, meg mit várhatsz tőle, csak teljesen más szempontból nézi meg, és valóban a numerológia egy kézzelfoghatóbb, racionálisabb ö, minőség, és ugye itt is van többféle, hát mi is ismerünk több, több numerológus, ugye, aki ö, milyen, milyen érdekes, hogy még a számoknak az alapjelentésében sem tudnak egyértelműen meg, megegyezni, mi azért nálunk ez azért nincs, tehát az asztrológusok azért az, hogy milyen bolygó mire való, tehát az, hogy senki nem fogja a marsot mondjuk a szerelem istenének gondolni, vagy a Szaturnuszta bőségnek, ez legalább jó, de nagyon érdekes nekem az, az amikor én, tudom, én, mindenkit meghallgatok szívesen, és ahogy elmesélik, hogy miért ebben a rendszerben az, 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 a szám, az miért ezt jelenti, és például ott van a, nagyon a legérdekesebb, amit, amit nem sikerült igazából megértenem, de, de csak egy beszélgetésnek az erejéig figyeltem oda, a, Huber módszer, az aszugai Huber módszer, ugye az életóra módszernek van egy számisztikai része, amely Én. még az az, 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 időn, tehát a születési idővel is dolgozik, tehát nem csak a nappal, hanem az óra perccel is képzeld el. És Tui. az is mutat dolgokat. Nagyon, nagyon, érdekes rendszer az egész, ilyen erővonalakat rajzolnak fel. Ezt egyébként a, valamelyik, van ez a program, a Megasztár nevezetű program, azt hiszem, hogy az meg is csinálja ezt, vagy annak van egy ilyen változata. És a Bertana néva csinálja ezt, és egy, egyszer egy délután egy előadást tartott nekünk, és az is nagyon izgalmas volt. Tehát én azt akarom ezzel mondani, hogy majdnem mindegy, hogy melyik rendszert választod. A lényeg az, hogy legyél következetes, ne keverd össze a rendszereket, mert keverhetetlenek. Tehát azt ne csináld, hogy csipegetsz, ó, ebből ez tökre tetszik, és akkor abból meg az, mert az úgy nem működik, akkor abból csak káosz lesz. Tehát kötelezd el magad szerintem egyfajta rendszerrel, Ugye a számisztika nem nagyon foglalkozik például a nevekkel, tehát hogyha a névátváltás, de van benne az is, csak erre azt mondja ugye közös barátnőnk, hogy a nevet azt lehet változtatni, és ebben igaza van. Tehát ebben igaza van. De a másik barátnőm meg azt mondja, hogy nézzük meg, hogy ha nevet azt változtatsz, akkor milyen akkor mi lesz. Azért mondjuk, és tehát, De. ugye most az elmúlt húsz évben mindegyikkel megismerkedhettünk, és azt le lehet látni, hogy valóban Nézd meg, hogy neked mi működik, és próbáld azt csinálni, semmiképpen ne keverd a rendszereket. Tehát semmiképpen én, én, én ugye ez, ez, mindig a jó tanácsom, hogy abból semmi nem lesz, ha összekevered. Tehát tiszteld annyira a módszert, hogy azt mondod, hogy elkötelezem magam ez iránt, vagy az iránt, és akkor próbáld meg azt működtetni. De a rendszereket, ha lesoványítva is, ha egymás mellé rakod, most tök mindegy, most vegyük grafológia, asztrológia, számítása, kronobiológiai, pszichogenetika, taró. Nem, ezzel már egy sokkal szélesebb spektrum az ideját, és ez a lényeg. Persze. És, és hogy... hogy ha ez itt a reklám helye, gyertek tiszta <laughs> intézetbe tanulni. Akkor ezt ebbe Igen. Hogy újra, nem újra az új, új, értam, korna, hogy azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag minden, amit megtanulsz magadról, amit általában csak feltételezünk, vagy sejtünk. Mert ugye amikor eljutsz egy ilyen iskolába, és megismerkedsz ennyi rendszerre, akkor rájössz, hogy ja, ez vagyok én valójában, akkor mi ellen küzdök, vagy miért küzdök ellen az anyám, vagy az apám, vagy a gyerekem, vagy bárki. Érted? Hogy mindennek az az alapja, hogy legyünk tisztában, hogy kik vagyunk valójában, és hogy mi a túróért jöttünk ide. Persze, pontosan. És ez is egy segédeszköz. Semmivel nem jobb vagy rosszabb, egy segédeszköz. Ha a racionálisabb gondolkodású vagy, akkor válaszd a szám, vagy ahogy hívják a, numerógiát, vagy akár az asztrológiát, mert ott is azért az alapokhoz racionálitás kell. Ha pedig misztikusabb hajlamú vagy, akkor inkább válaszd a számmisztikát, mert ott az üres síkok azok tényleg elképesztő titkokat tudnak feltárni, tehát olyanokat, amik, amik egészen megdöbbentőek. Különösen akkor, hogyha ugye a háromféle alapszámot, tehát a karakterszámot, a a karma számot és a sors számot hasonlítod össze, az valami elképesztően zseniális, mert ugye a karma számodat az szabad akaratból általában rosszul működteted, a karakterszámodat szabad akaratból jól vagy rosszul, attól függ, hogy ha van kedved elrontani, elronthatod. Ugye sokkal nehezebb dolgod van a karma számoddal, mert azt szinte mindig elrontod. És van a sors szám, ami az áldás. Na most képzeld el, hogy hány olyan ember van, és ez nagyon érdekes, hogy ha te huszonvalahányadikán születtél, akkor van esélye, hát akkor biztos, hogy a a karma számodban is van kettes, és ha a van, akkor a sors számodban is van, és akkor ott van a kettes, ugye a ketteske az elfogadás-befogadás együttműködés, amit baromira el tudsz szarni, hogyha éppen a karmikus gombokat nyomogatják rajtad, vagy végig tudod gondolni racionális, és ez a lényeg, tehát, hogy tudatosan dönts, Öh, hogy igen, ez, ha ezt csinálom, ez lesz, bevállalom, de akkor nem sírhatok, akkor nem öh, mondhatom azt, hogy a pityi palkó vett engem rá, nem, én döntök tudatosan, jó, akkor bevállalom. És akkor ugye ez a lényeg a karakternek, hogy vállalod önmagadat. És van a -e sors, amit ajándékba kapsz az Istentől, ugye az Istentől kapott energia, az pedig, hogyha odafigyelsz, például a rejtett síkoknak, vagy az üres síkoknak a rejtett minőségeire, akkor sokkal jobban eltalálsz oda, hogy aha, nekem ezt kéne csinálnom most. Azt érted meg, hogy a sorszám sokszor analóg a napjegyeddel? Tehát, hogy az út ugyanoda vezet, gyakorlatilag, Aha. nem pont ugyanúgy, hanem lehet, hogy a, a sorszám egy eszköz. Ahhoz, hogy nap, hát persze. Ami, ami, nekem a legizgalmasabb, ö, asztrológusként, az az, hogy valaki határ, ha határnapon született, és neki van mondjuk egy, mondjuk egy, egy tegyük fel, egy 21-es karakter, mondjuk legyen, tudom én, mérleg, de nem, az, az csak 23-án, de, de mindegy. 23-án született, ugye szeptember 23-án mérleg. És 22-es a karmája, ami még a szűz. Tehát amikor a, a nap, tulajdonképpen napjegyet vált a karmaszám, az durva. Az nagyon, az nagyon izgalmas. Az nagyon, az Én minden. szerintem például, hogyha a házad ötödik fokán van a napod, akkor átcsúszol az előző jegybe. Néha, néha. Tehát, hogy én a szűzbe úgy tudok átcsúszni, érted, mint a, Mindenki néz rám, hogy ez meg, szóval az, hogy szagolgatom a, a, kaját, hogy meg hogyha lejárt a dátum, nem vagyok hajlandó megenni, érted? Hiába mondják, hogy nyugodtan, meg izé. Meg en... kán, van erre egy nagyon jó eszköz, legyél vak és hülye, mint én, és itt sem nézem, tehát én lesz hogy mi van ráírva. Én megszagolom egyébként, és egy kicsit is gyanúsak a dobom ki, de nem nézem lejáratot, csak azért, az a hülyeknek írják oda, hogy kidobják. Nem baj, tehát ugye, hogy én hülye <coughs> vagyok, ez egy szűzi, szűzi szokás, érted? Azt mondták, hogy eddig jó, érted? És van nem jó, és beteg leszek tőle. Jó. Igen. Ezért, azért adj bele abba, hogy, hogy régen, még a szocializmus végéről beszélek, hogy a, a boltba kirakták nyugodtan neked a, oh. a már előző nap lejárt cuccot. Az egyik kedvenc sztori ezzel kapcsolatban az, hogy volt egy ilyen fene gyerekosztálytársa, mint igazi fene gyerek, az simán bement, megnézegette a tüközétbe, hogy mi van lejárva, és berakta a zsebébe és ment kifelé, mikor megállt, hogy maga jobb. Téved, ezzel sétálok. Itt van a két, napi. két napja, két lejár. Bizonyítsa be, hogy innen loptam. kezded el. ez az. Hát érted. És emlékszel, úgy volt, hogy a már lejártak, az éppen lejárok, és leghátó voltam ami Mind még van, az... mindig, van, mindig hátra kellett nyúlni. Egyik, és egy speciális most is így van, és Angliában is így van, elmondom ne. neked bármelyik közében bemegyek, mindig hátulról veszek elő mindent, mert biztos, hogy az frissebb, mint amit elő kell. Figyelj, kereskedői szokás igazuk van, vegyék meg először a szar, hát persze. de nem mi egy másik, kultúrának a gyereke vagyunk, érted? És mégis csinálják. hogy mindenhol leghátulról. Persze, nyilvánvaló, persze. Legelső nem kell. Tehát, hogy Oké, szóval, hogy akkor elmondtad, kinek ajánlod a numerológiát, elmondtad, kinek ajánlod a számisztikát, Elmondtuk, hogy miért érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és miért érdemes minket nézni. Én Én van. Van. Azt hiszem, kivégeztük ezt a témát, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, és Én köszönöm és mindenkinek, hogy néznek bennünket. És... Ebből az évadból már csak egy... egy, egy, van. Jobb egy jobb van. De egy az köszönöm. egy nagyon érdekes Az, az egy tök érdekes dologász. Sziasztok! Sziasztok!